Köszöntöm Önöket! Ismételten jelentkezik a Trófea, azaz a megyei vadászmagazin. Ezúttal ellátogatunk egy vadkacsa vadászatra, majd tiszteletünket tesszük Jármiban, egy apró vadas vadászaton is ott leszünk majd. Nézzük a konkrét tartalomjegyzékünket. Véget ért a félvad réce nevelés bujon, előbb a bérvadászok, majd a vadásztársaság tagsága is megkezdte vadászatukat. A Sólyom Vadásztársaság november végén indította az apróvadas vadászatot, elsőre elégedettek voltak a fácán terítékkel Jármiban. 4 évtized vadászat, vadásztarisznya idősebb Sarka Bélával. Akik 2011-ben nyomon követték a Trófea adásait, azok tudhatják, hogy végig kísértük bujon, hogy miként és hogyan nevelik a félvad récéket, tehát a nevelt récéket. Nos, most elérkezett már az idő a vadászatukra, az első vadászaton mi is ott voltunk. Bujon elértek egy folyamat végéhez, hiszen befejeződött a félvad réce nevelése a Táncsics Vadásztársaságnál. A VT életében először próbálkoztak meg a nevelt récével, és november elején meg is kezdték a vadászatukat. Úgy tűnik, hogy kisebb problémák mellett jól sikerült a nevelés, mondta el Vínai Attila vadászmester. A nevelés az nagyon jól sikerült, tehát elhullás az minimális volt, tehát 10%-on se érte el az elhullás, úgyhogy ez nagyon jó volt. A vadászatok 520 darab récén vagyunk túl, tehát ami terítéken van, ez 3 csoport lőtte eddig, és illetve a tagságnak is van belőle egy fejenként egy 10 darab, és ugye ez volt a második ilyen tagi vadászat, és még egy ilyen vadászat lesz, amikor ugye meglőhetik ezt a 10 darabot. Szépen repül a kacsa, csoportok meg vannak elégedve, tehát először van itt kacsa nevelés, aztán azért ennek egy kis hírverés kell csinálni, aztán azt gondolom, hogy legjobb reklám az, amikor a vadászok viszik ennek a jó hírét, úgyhogy eddig már ez megtörtént. Aztán még további csoportok vannak bejelentkezve jövő hétre, illetve hát egy még nincs lefixálva december 3-ára, tehát úgy néz ki, hogy a nehézkesen is, de beindult az értékesítés. Említetted, hogy nagyon jól sikerült a neveléshez, tudható be a nagyon jó gondoskodásnak, illetve az időjárás is befolyásolta ezt? Az időjárás az csak annyi, hogy ugye száraz volt az ősz, tehát ugye nyár az a sok csapadékról szólt, és akkor még abban az időben ugye kevésbé repült a kacsa, tehát nem hagyta el a vízfelületet. Aztán utána, amikor már így ősszel ugye repülőssé vált, és ugye kijártak tarlóra is eszegetni, akkor viszont már máshol nem talált vizet, tehát nem voltak és ilyen nagyobb vízállások, ahova elvihette volna, illetve a közelben sehol nincs ilyen nagy vízfelület. Úgyhogy hát ez a terület adottságából adódóan, ugye egy részből hiányoljuk, hogy gyengén vagyunk vízzel ellátva, mindössze 1,5% a vadászterület nagyságához képest a víz és tó felületek nagysága, tehát ez azért nagyon kevés, ilyenkor viszont jól jön, mert csak egy helyen van víz, és a kacsa ott eszik, iszik, nem kívánkozik elmenni. Azért azoknak, akik netán az idén kezdték a vadászatot, tehát új vadászok úgymond, és még életükben nem voltak vadkacsán. Akár itt, vagy egyáltalán mi az általános szabálya a vadkacsa vadászatának? Mire kell figyelni főleg? A lapos lövésre kell vigyázni, tehát arra mindenképpen, illetve miután sorba vannak, tehát 2 sorba is tudunk vadászatni, tehát akár 20 vendéget is tudunk egyszerre fogadni, ugye mindenkinek külön-külön van lőállása, tehát arra kell vigyázni azért, hogy a lapos lövés egyszer, illetve hogy a lőállásokon ne forogjunk, tehát ugye a második lőállás az úgy van kialakítva, hogy miután 2 irányból jön a kacsa, nem párhuzamosan vannak egymás mögött felállítva, és egymás mögé kell lövöldözni, hanem még az egyik északirányba néz puskasor, a másik az kelet irányba, tehát északról és keletről lehet várni a kacsát, és így abszolút balesetmentessé válhat a vadászat. Ezeknek meg egyébként eddig még nem volt ilyen, hogy laposan jött volna a kacsa. Esetleg arra kell vigyázni, hogyha mondjuk a tóról fölkelő
kacsák kezdenek el körözni, akkor az zavarhatja és nyilván lázba hozhatja a vadászokat, tehát ahol ott forognak, és akkor a mögülük fölkelő kacsát is lőhetik. Van rá lehetőség, de csak akkor, hogyha az ő lő irányába esik. A kacsának a repülési magasságát azért nagyban befolyásolja a mostani vadászaton is, azért elég ködös volt az idő, tehát egy rosszabb időjárásnál lehet, hogy laposabban repül, tehát nem igazán lehet rálőni. Hogyha nem megfelelő a látótávolság, akkor a vadászatot sem lehet folytatni, tehát nyilván, hogy azért ezt bele kell kalkulálni, hogy nagy ködbe, akkor abba hagyjuk, tehát vagy el se kezdjük a vadászatot nyilván, hogyha ugye nem lehet biztonságos lövéstávolságnyira ellátni. A lőállásokat azt a vadászmester határolja be, illetve határozza meg? Igen, tehát figyelembe véve a kacsának a mozgás irányát, tehát a húzását, azokra a helyekre tesszük le, igen, és nem túl besűrítve, de viszont nagy hézagokat sem hagyva egymás között. Én itt a vadászat közül beszélgettem a vadászokkal, és sokan mondták azt, hogy hát egészen más, mint a fácán vadászata, tehát úgymond jobban oda kell figyelni. Gyorsabban repül, tehát még egy felkelő fácánra ugye látjuk, tehát közvetlen felkeléstől ugye látjuk és észleljük a fácánt, addig a récénél nem úgy van, tehát messziről jön a réce, és mire ide érkezik, akkor a kellő sebességgel bír, meg kellő magasságba, és hát ugye nyilván, hogy az első lövésre azért ott nem tudom, hogy most mennyire lehetett ezt látni, de azért vannak olyan 10 méter magasságba is megemelkedik ott helyből, és akkor utána két irányba szétfordul. Tehát nyilván sportosabb, élvezetesebb vadászni. Egyébként a mai vadászat, az hogy sikerült? Hány puska volt? 12 puska volt, és 72 darab récét lőttek. Ez jó teljesítménynek mondható? Ez igen, tehát ez ilyen jelen pillanatban az eddigi tapasztalatok alapján ez egy átlagos teljesítmény, igen. Tehát nem túl rossz, nem túl jó, tehát egy ilyen közép szint. Gazdaságilag hogy érzékeled? Hiszen most először volt itt a 2011-es szezonban a Táncsics Vadász Társaságnál récenevelés, tehát gazdaságilag hogy látjátok? Lehet folytatni, vagy ez egy kivételes alkalom volt? Mindenképpen lehet folytatni, mert tehát jó színesíti a vadászati terítéket, palettát a vadásztárságnál egyszer, másodszor pedig nem túl nagy munkaerő vonzata van neki, illetve hát, hogyha a vendégkör kialakul, akkor mindenképpen gazdaságos, és hogyha el tudjuk adni, mert csak ezen múlik, ha el tudjuk adni, akkor kimondottan jó eredménnyel lehet zárni. A mai nap folyamán ennyi volt, tehát récevadászat volt, vagy pedig folytatjátok fácánnal? Folytatjuk külső területen vadfácán kakas vadászatával. Ugyebár október 1-én megkezdődött az apró vadas szezon, és megyénkben nagyon sok vadásztársaság el is kezdte ebben az időben ezt a fajta vadászatot. Nos, Jármiban a Sólyom vadásztársaságnál nem kapkodták el a dolgot, hiszen november 26-án tartották az első apró vadas vadászatot, amelyre mi is meghívást kaptunk. Az idei szezon első apróvadas vadászata reggel 8:30-kor kezdődött Jármiban, természetesen az elnök Sarka Béla eligazításával. Köszöntök valamennyi taktársat, megjelent kedves vendégeinket a Jármi Sólyom Vadásztársaság szezonnyitó vadászatán. Mai vadászatunkon vadászható vadfajok, mezőnyúl, fácánkakas és duva. Mivel első vadászatunk a szezonban, így a balesetvédelemnek kicsit többet is szentelünk. Én megkérnék mindenkit a fegyelmezett vadászatra, mivel az időjárás nem kedvez a fácán vadászatnak a mai nap. Ugye a fagyóka esett le, is vannak fagyva az utak, tehát a fácán nem szívesen röpül. Ezért a 45 fokos szöget azt különösen tartsuk be, mind fedett, mind fedetlen terepen. A Sólyom VT területi adottsága miatt apróvad szempontjából inkább a fácán a jellemző, a nyúl állomány jóval kevesebbnek mondható, viszont Jármiban is az őz a meghatározó nagyvad. 3000 hektáron gazdálkodunk a Jármi Sólyom Vadásztársaság név alatt, mindösszesen 17 tagunk van, ebből rendszeresen
egy 5-7 fő jár el, mai nap viszont 11-en eljöttek a szezonnyitó vadászatunkra. A területünk elsősorban apróvad, varas jellegű, bár 3000 hektárnak több mint a fele az gyümölcsös, illetve erdőművelési ágú, így nagyon kevés, tehát a maradék 1500 hektár az, amely elég elaprózódott 4 település környezetébe, és nagyon kevés a nádasunk, vadbúvónk, sűrűink, rekettyéseink, ezért igazából nagyon oda kell figyelni a gazdálkodásunkra, hogy sikeresek legyenek ezek az őszi vadászatok, őszi téli vadászatok. Az a tény, amit említettél, hogy nagyon fel van tagozódva a terület, mennyire nehezíti meg hát egyáltalán a vadgazdálkodást és önmagát ugye mondjuk az apró vadas vadászatot, de hát itt vehetjük a őszbak vadászatot is. Oda kell figyelnünk nagyon a vadakat, ugye be kell húzni a terület közepére lehetőleg, és az eleprózottság mellett nagyon sok a zárt kert, fikkentelek, közút, kövesút, és az őzállományunk hála Istennek az erdőkben bent tartható, csak ugye nyáron várt ki a kultúrterületre. Igazából oda kell figyelnünk mind a szórók létesítésére, etetőkre, illetve ami fontos nekünk és a környezőbeli vadásztársaságnak is egy nagy probléma, a víz, amelyben jövőre kívánunk komolyabban lépni. Eddig is ástunk 3 itató gödröt, illetve van 2 furkutunk. Ezt követően még kisebb itatókat, 10 darabot létesítettünk, amit folyamatosan pótolni kell, az elég nehéz feladat, tehát van mit tenni a területen. Az mennyire befolyásol benneteket? Gondolom a tendencia itt is ugyanaz, mint több más nyírségi, vagy mondhatnám azt is, hogy beregi, vagy akár szatmári vadásztársaságnál, hogy egyre kevesebb lesz az apróvad élőhelye, mert egyre több a erdősült terület, tehát egyre több az erdőtelepítés. Igen, ez mi nálunk is így van, sajnos, bár másfelől nyilván a nagyvadnak a feljövetelére számolunk itt, elsősorban a vaddisznó megjelen nálunk, és éves szinten 10 és 20 között esik, ennél jóval nagyobb számban található meg nálunk elsősorban, mint váltóvad. Tehát fogy az élőhely folyamatosan, ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy a gazdálkodók betartják azokat a szabályokat, amelyeket előírnak nekik a hatóságok, ezáltal mindent időben, minden mezőgazdasági munkát időben végeznek, és ilyenkorra már le is kopaszodik a határ. Ezzel mi úgy próbálunk tenni, hogy minden tagunknak kötelező fél hektár vadföldet művelnie, amennyiben nem tudja valami oknál fogva, akkor megtéríti a költségét, és más vadásztárs, más tag megcsinálja, de úgy gondoljuk, hogy ez is kevés. A jövőben még többet szeretnénk, és mozaikszerűen az egész területen elsősorban kukoricát, másodszorban napraforgót kívánunk vetni, és azt úgy megművelni, hogy a részét nyilván le is tudjuk kombányolni vagy csőtörőzni. Az idején ezt meg is tettük, mint egy 300 mázsacsöves kukorica van a górésunkban, úgyhogy ez a szezonra nekünk elegendő. Lehet azt mondani, hogy a Sólyom Vadásztársaságnak itt járméban a fő vadját az őszbak jelenti? Tehát gondoltuk itt a bevételi forrása, tehát a gazdasági oldalára a dolognak, hogy ebből van a fő bevételi forrásotok? Április 15-től nálunk, úgymond ugye szeptember 30-áig van szezon, de nekünk az erdősültség miatt mindösszesen 2 hetünk van tavasszal meglövetni az őszbakjaink jó részét, mivel ez az akác a domináns a területünkön, és ez gyakorlatilag 2 héten belül olyan állapotban van a vadmeggye bodzárait, hogy nem lehet vadászni már a területen eredményesen. Tehát az első 2 hétben sikerült 19 darab bakot meglőnünk, amelyből 4 darab érmes lett, a legnagyobb az 480 grammos lett, így 1 millió forinton felül lett az árbevétel, ezt mind hál' Istennek most már belföldi magyar vadászok és tagjaink ejtik el. Ezt követően még az üzekedésbe is szeptember 30-áig lőttünk, azt hiszem, hogy 6 darabot még, és hát sajnos 1-2 darab mindig áldozatul esik a közutaknak és egyéb elhullásban. Tehát megtaláljuk, úgyhogy így az éves keret számunkat azt tudtuk hozni. Jellemző a vendégvadásztatás nálatok? Az őszbakra mindenképpen, bár minden tagunknak van lehetősége, a meghatározott áram ugye egy elfogadott országos árjegyzék szerinti árból 50%-ért nálunk vadászhat, ezzel több tagunk is él, bármekkora súlyra ez igaz, sőt átengedhet egy bakot akár vendég barátjának, vadásznak is, az ő kontójára nyilván. Apró vadászatra hívunk vendégeket, de mivel
Célunk az is, hogy ne csak 5-6-an vadásztunk, hogy eredményesebbek legyünk, tehát 10-12 puska, ezért erre nem kérünk el külön pénzt a tagjainktól, tehát nyugodtan minden tag hívhat minden vadászatra vendéget, és így is egy ilyen 5-10 fő között vadászunk, amely viszont erre 3000 hektára úgy gondolom, hogy elegendő, de ennyi pedig minimum szükséges egy társasvadászathoz nyilván, hogy jó hangulatban legyen, illetve az aprózottságunk miatt ezt a kevés fő jó tud mozogni a területen, és meg tudjuk keresni azokat a sűrűket, illetve ott földeket, ahol hatékonyan tudunk vadászni. A mai nap volt az első vadásznapotok a próvadra. Milyenek látod, milyenek ítéled? Elsősorban mai napon tehát rekettyéket hajtottunk, illetve füzest és kukoricaföldeket, füveseket, kevésbé füveseket, tehát nyúlas területünkre, ahol több nyúl van, nem nagyon mentünk, de itt is több nyúlot vártunk, tehát ez kevésnek mondható. A fácán azt vártuk, hogy ilyen jó lesz. Tavaly is nekünk nagyon jó sikerült a fácán szezonunk, annak ellenére, hogy december 31-ével le volt ugye állt az egész megyébe. A mi területünk elsősorban jármi papos tekintetében, az tiszta homok, ilyen dombos terület. A víz minket nem zavar, sőt vízhiányban szenvedünk, mint említettem is korábban, ezért van sok kutunk, itatunk, és vártuk, hogy sok kakas lesz. Hát az első hajtásban mindjárt azt hiszem 14 madár volt, és abból egyet lőttünk meg, egy meg szárnyas lett, tehát jó volt a kezdet. Aztán bementünk a sűrű bereketjébe, kevés kutyánk van, kevés hajtó, nem igazán tudtuk a madarakat kihajtani. Sajnos a sebzetteket, mire oda megyünk, ugye szárnyas kakas ellából nehezen találtuk meg egy pár darabot, és jó pár nem is lett meg. A többi terület részünkön itt a gróftag és környékét vadásztuk elsősorban. Itt a vártaknak megfelelő létszámú madár volt. A tavalyi év ugye egy hónap át mindösszesen rendelkezésünkre, több vadásztársaságnál gondot okozott a víz és ugye a vadászat, vadgazdálkodás. Mi a tavalyi egy hónap alatt meglőttük az éves 120 madarunkat, amit engedélyeztek tavaly, illetve a 35 darab nyulat, mi nekünk egy hónap alatt tavaly sikerült decemberig meglőni, úgyhogy mi egy kicsit kíváncsian néztük a többieket, hogy ugye küszködnek és milyen hát végülis tragédia, katasztrófa érte őket, de ahogy halljuk azért ebbe a jó tavaszi szezon és nyári szezonban nekik, tehát a kötöttebb talajokon, vízesebb részeken is feljövőben van az apróvad. Nekünk a víz az elsősorban, amelyre nagyon oda kell figyelni, mert azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy az etetés, a vadföld, ez mind kevés, és a búvóhely is, a víz az egy meghatározó, elsősorban az apróvadnak. A duvadírtásunk, gyerítésünk, hála Istennek elég jó, mai vadászaton is ugye hajtottunk 6-8 hajtást, egy darab duvaddal sem találkoztunk, ez a vadőr és a sportvadászok munkáját dicséri. Lehet azt mondani, hogy ez a mai nap az úgynevezett sportos nyelven fogalmazva az idény elleni forma? Mindenképpen, mivel el kell mondani azt, hogy a 4 fő leálló közül 2 egyébként is eléggé kevéssé tudja lőni a futó és repülő vadat. Hát volt olyan leállunk is, aki egyhajtásból is 4-5 kakast hibázott, de ha összeszámolnánk, akkor 2-3 fő a mai nap akár 15-20 kakast is elhibázott, és ugye elsősorban a leállók felé ment be is a madár, és nagyon messze, már 300 méterről is keltek és mentek a leállók irányába, és bizony lehetett látni, hogy lehetett volna eredményesebben is vadászni, de örülünk, mert megmarad a területen ez a közel 30 darab kakas, amit mi úgy számoltunk, hogy körülbelül elment az állóknak. A vadászat végén a teríték mellett vadász avatásra is sor került, ugyanis egy új vadásztársat a sikeres vadászata miatt a többiek egy vesszővel fenekelték el. Szívből gratulálok neked az első két fácánod elejtéséhez, amelyet szépen elejtettél, és örülök, hogy a Jálmi Sólyom vadásztársaságnál sikerült életed első vadjait elejtened. Ez szívből gratulálok, és azt kívánom, hogy a vadászistenek nevébe, illetve istenők nevébe, tehát Dianai Szent Hubertus nevébe ezennel fácánlövő vadásznak avatlak, és felhívnám a figyelmedet, hogy ne csak vadásszál és lőjed a vadat, hanem óvjad és vargazdák, hogy is egyúttal ugye a társasággal közösen, és becsüld meg helyedet itt a Jálmi Sólyom tagjai között. Ehhez kívánok jó egészséget, sok sikert és balesetmentes vadászatokat még.
Most pedig következzen az a bizonyos vadásztarisznya, amelyből mindig egy érdekes vadásztörténetet, vagy pedig egy érdekes vadászt varázsolunk elő. Ez fog most a következő percekben is történni, hiszen megismerkedhetnek a Jármi Sólyom Vadásztársaság alapító, illetve jelen pillanatban legidősebb vadásztársával, idősebb Sarka Bélával. Béla bácsi, lehet azt mondani, hogy ön a Sólyom Vadásztársaság alapító tagja, ugye egykori elnöke is, és most jelen pillanatban szinte, ha nem a legidősebb vadásza. Miként emlékszik vissza a régmúltra? Egyáltalán milyen volt a múltban ez a vadásztársaság? Úgy gondolom, hogy nosztalgiával kell visszaemlékeznem, hisz a 70-es évek elején kezdtem a vadászatot, ahol még akkor a Nyírmegyesi Petőfi Vadásztársaságban, 14-15 ezer hektáron, ahol valóban ideális vadállomány volt, és nagy volt a terület, minden egyes területet csak egyszer tudtunk egy évben megvadászni, és majd aztán következtek a nézeteltérések, gondok, viták. A lényeg az, hogy 90-ben ez a vadásztársaság ketté vált, akkor alakult meg a Jármi Sólyom Vadásztársaság 12 taggal, amelyben már csak másodmagammal vagyok, úgynevezett alapítótag. A volt elnökünk Antek Jóska, aki most jelenleg beteg, és itt is jobbulást kívánok neki. Ővele maradtunk ketten, és intenzíven vadászni én vadászok már csak a régiek közül, mert Jóska mostanában már 2 éve nem nagyon vadászik, de ez a terület végül azért nőtt nagyon a szívünkhöz, vagy a szívemhez, mert ez a miénk, a sajátunknak érezzük. Nem nagy terület, 3000 hektár a jelenlegi, de ha az előzőt visszatekintünk, amit 90-ben alakult vadászterület, akkor még Tömösvári Karcsi bácsi úgynevezett kényszer kijelöléssel adott nekünk egy 3000 hektárt, egy szűk csikot, amelyeken vadgazdálkodni nem lehetett, akkor azt nagyon zokon vettük, de most kialakult egy olyan terület, amelyik nem ideális, úgy nagy vadgazdálkodást nem lehet rajta folytatni, mert kicsi a terület adottsága, nagy a homok fedettsége a területünknek, víz nincs, és sok olyan gond és probléma van, amit meg kellene oldani a következő években, és erre a jelenlegi vadásztársaság tagjai alkalmasak és akarják is ezt a tevékenységet folytatni. A régmúltban mekkora terítékek voltak? Nagyobbak, mint mostanság? Vagy úgy is fogalmazhatnám a kérdést, hogy bőségesebb volt mondjuk az apróvad? A kettőt nem lehet összehasonlítani. Az egy kánoán volt, ez pedig egy kényszer szülte lehetőség. A kánoánban egy epizódot, egy történetet engedjen meg, hogy elmondjak. A régi vadásztársaságunkban, Nyírmegyesi Petőfibe egy vadásznap volt kiírva, az úgynevezett muszájtag, és almás, bekerített almás, a gazdaságnak volt ott, vagy 100-150 hektár bekerített almása, amelyben hál' Istennek a vadászmesterünk, aki most ezen a vadászaton itt volt, akkor ő volt a vadászmester, Borbás László, nem volt jelen, mert a Dunántúlra ment disznó meghívásra, és egy másik ember bízott meg a vadászat vezetésével, és mondta, hogy ha megvan a 30 nyúl, akkor a vadászatot abba kell hagyni. Egy hajtásba lőttünk 96 nyulat, és ennek a lett a következménye, hogy szerencsétlen titkár, aki ugye ő vezette a vadászatot, hiába mondta, hogy nyúlvadászatnak vége abban az időben, amikor 150 nyulat hálóztunk egy szombat vasárnap, és lőttünk 90-et, meg 70-et egy-egy hétvégén, az nem jelentett semmit, hogy most a 30-ból 70 vagy 90 nyulat lőttünk, de akkor a Fácán is így volt. Igaz, hogy akkor a környező vadásztársaságok mind Fácánt nevelt, mindnek nevelője volt, 10 000, 8 000, kinek 20 000, ki mennyi Fácánt engedett el, és egyik területről átvándorolt a madár a másikra, a miénk elment a szomszéd területre, a szomszéd eljött hozzánk, és bőséges volt a vadászati lehetőség. Akkor sokkal nemesebb vadként kezeltük a raukát. Irigyek voltunk akkor, ha valaki lőtt egy raukát, természetesen azért neki fizetni kellett, és akkor nem voltak ilyen szigorú szabályok, hogy a fegyvert így kell tárolni, meg úgy kell tárolni, itt nem lehet megállni, meg ott nem lehet megállni. Akkor egy kicsit lazábban vette a felügyelőség ezt a vadászati törvénymódosítási lehetőséget, mert akkor azt lehetett mondani, hogy abban az úgynevezett régi világban akkor fontos volt a munkás is, fontos volt a paraszt is, de az értelmiség is ott volt, és együtt egyet tisztességesen dolgoztak. Még egy kérdésem lenne, vadász etika. Hogy látja Béla bácsi, most másabb, vagy hasonló a régmúlthoz? Hát általában minden demokráciában fogalmazunk úgy, zsargonnal, hogy lájtos ez a
mostani törvény, már a vadászatokkal kapcsolatos törvény, mert most akinek pénze van, vagy földtulajdona van, akkor holnap levizsgáztam, holnap után veszek egy golyós puskát, most ezt Mánlihernek hívják, vagy bármilyennek, az a lényeg, hogy attól kezdve én vagyok a központ, én vadászok, régen ez nem így volt. Régen úgy volt, hogy több évet kellett hajtani, meg kellett ismerni azt a területrészt, ahol vadászott, és ki mehetett magába is, mert nem tévedt el. Most az a fiatal vadász, aki nálunk, nem nálunk, mert hál' Istennek nálunk ilyen nincs, de a nagy világban ez úgy működik, hogy most ha kiteszik a terület közepére, nem biztos, hogy hazatalál. Nem ismeri, mit jelent az, hogy idősebb vadász, nem tudja a vadászat, megfogja a fálcának a lábát és húzgálja a hadterítéket, nem tudja, hogy kell egy terítéket elkészíteni. Tehát ezt most mind a közösségnek kell megtanítani. Onnan akkor a régmúltban pedig ezt elleste, megtanulta, meg megtanították vele. Mert a régiek azok nem voltak puta emberek, esetleg iskolázatlanok voltak, de a vadászathoz és a vadgazdálkodáshoz nagyon értettek, és becsülték és óvták a vadat. És csak arra lőttek, amit biztos volt, arra, hogy háromból egyet meglövök, akkor ez jó arány, akkor az régi időben ez nem volt jó arány. És ezért meg is rótták és meg is fették azokat a vadászokat. Hát mondhatom azt, hogy ön mint szenvedélyes vadász és régi-régi vadász, hát gondolom addig szeretne még vadászni, ameddig az egészsége engedi vagy bírja. Így van, most ugye a vadász az ne panaszkodjon, ez egy elige, nagyon komoly műtéten estem keresztül, de arra vagyok a legbüszkébb, hogy a két fiam. A szintén az én nyomdokaimba lép, és még egy pár évet elvadászgatok köztük, aztán ha a sors és a teremtő úgy engedi, hogy ez 4-5 év vagy 10 év, akkor addig szeretném, ameddig az egészségem bírja, de arra büszke vagyok, hogy a két fiam ezt a hagyományt, amit én a szüleimtől örököltem, azt ők tovább viszik. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hiszen műsorunk végéhez értünk, de tudják, 4 hét múlva ismételten trófea, azaz megyei vadászmagazin. Addig is, ha elindulnak apróvadas vadászatra, akkor nagyon-nagyon vigyázzanak magukra, és balesetmentes vadászatot kívánok önöknek. Viszontlátásra!